Ez meg a kis ernyőbe. Jó napot kívánunk! Szeretettel köszöntöm a vendégeinket itt a Horó László képzőművész körben. Én hát szószólója vagyok az itt kiállító kerámiásoknak, akiket most gyorsan bemutatok. Van, nyilván többen ismerjük is őket. Azt mondja, hogy csak sorrendben, ahogy így van. Kis Virág, Karsai Ildikó, Feketéné Pap Éva, Pap Gáspár, Dobos Zsuzsanna. Ők azok öten közülünk, akik kerámiával foglalkoznak. Úgy gondoltuk, hogy itt a Liba Fesztivál, a 15. Kiskunfélegyházi Liba Fesztivál, ehhez mi ezzel a kiállítással csatlakozunk. Ők a kerámiásaink, a kiállítást megnyitja Szabó Ildikó, a Móra Ferenc Gimnázium tanára, és visszafele indulok a sorrendbe, viszont legelőször hallgatunk egy kis zenét, Mincenti Lili a fuvolájával ad nekünk egy kis hangulatot. Köszönöm szépen!
végtelen jól mondom, mert a Róka Tánc című darabját adta elő Lili. Aki nem tudná, azért a Hollókör egyik alapító tagjának, Mindszentinek Kumandulának unokáját hallották. Ez azt hiszem ebben a körben nagyon fontos, hogy a család, a művész család egyik tagja itt van és velünk van. Szeretettel köszöntök én is mindenkit, legfőképpen benneteket, a Hollókör kerámikusait, és persze több művészeti ágban alkotó tagjait is egyben. Hát amikor a felkérést megkaptam, akkor pont azon gondolkodtam, hogy 5 kiállító ilyen pici helyen, hú, milyen lesz ez, és amikor tegnap beléptem a teremben megnézni, akkor még csak éppen alakult a kis kiállítás. Az első benyomásom az volt, hogy hú, de jó együtt látni ennyiféle megoldást, és hogy ez pontosan azért jó, mert hogy azt lehet látni, hogy mi mindent lehet agyagból készíteni, hányféle megoldás, hányféle lehetősége van az agyag megmunkálásának. Aztán eszembe jutott az, hogy amikor én elkezdtem a főiskolai tanulmányaimat, és tulajdonképpen életemben először agyagot fogtam a kezemmel, mert bevallom őszintén, mi általános iskolában gyúrmával foglalkoztunk, és azt gyúrogattuk, akkor az élmény, hogy a kezembe veszek valamit, ami puha, nedves és hűvös, és aztán tejjelemtől meleg lesz, és az alakul, szobor készül belőle, sőt, korongozni is kellett tanulni. Ez egy csodálatos élmény volt. És ráadásul, mivel földrajzszakon végeztünk Ildikóval, ráadásul szinte együtt kollégiumban szobatársak is voltunk, és ugye tanultuk, hogy az agyag kő, tulajdonképpen kő, és puha, és kemény, hogyha megszárad, de hogyha vizet kap, újra puha lesz, tehát ez maga egy csoda. És én is úgy éltem meg, mint csodát, és olyan szerelmetes dolog volt simítani, foglalkozni vele, és amikor tanárként foglalkoztam gyerekekkel, akkor megbizonyosodtam arról, hogy ez a csoda nem csak rám hat, hanem tulajdonképpen bármelyik gyerekre hat, hiszen a Bankfalu iskolában a cigány gyerekek kezébe kerül az agyag, az hirtelen élni kezdett. És nagyon szerették, és bármi archaikus dolgokat abban a pillanatban élvezettel alakítottak, és hogyha agyagozni kellett, akkor volt kitartásuk, akkor szívesen csinálták. Sokkal jobban, mint mondjuk festeni vagy rajzolni. Tehát annyira ősi és természetes anyag és varázslatos, hogy elvarázsol gyereket és felnőttet is. A cég kiállítók nyilván egyértelműen megkapták ezt a varázslatot és nem tudtak szabadulni ettől, hiszen mindannyian már évtizedek óta vagy évek óta foglalkoznak az agyaggal, és tulajdonképpen különbözőképpen. Nagyon jó a kiállítás címe, neve, kerámiák. Nem fazekasság, amit művelnek, bár részben Dobos Zsuzsa ezt a szakmát űzi, és fazekasnak tanult mezőtúron, de a fazekasság az azt jelenti, hogy autentikus formákat, autentikus díszítő motívumokkal, valamely tájegység hagyományait követve műveli, és kizárólag edényeket készítenek. De az itt kiállítók mindamellett, hogy ismerik a fazekasság szakmai fortéjai, a szakmát is, és művelik is, tehát Zsuzsa is, Éva is hozott fazekas tárgyakat is, mégis inkább kerámikusok, ami azt jelenti, hogy az agyaggal kísérletező, abból a szobrászat, festészet, edénykészítés határain mozgó alkotóművészek. És az alkotóművész sajátja, hogy a hagyományoktól eltér, és keresgél, kísérletezik, új utakat talál ki. Ez akkor is igaz, hogyha mondhatjuk azt, hogy a kerámiából tulajdonképpen évszázadok óta, évezredek óta már mondhatni, hogy mindent kitaláltak, mindent felfedeztek. Mégis, aki kezébe veszi az agyagot, és elkezd vele kísérletezni, akár 60 éves korában először, mint Papp Gáspár, akkor ez a kísérletezés, ez egy önálló út.
hiába találták föl, hiába írják el a szakkönyvek, akkor is hatalmas élmény újat kitalálni, és mégis teljesen újat ki lehet ebből hozni, mint ahogy az itt kiállítók mindegyike egyedi, megismételhetetlen, önálló alkotásokkal szerepel. És nem csak, hogy mindannyian különbözőek egy kicsit, azért is izgalmas nekünk ezt végignézni, mert minden kiállító hozta azokat a kísérleteket, amit már évtizedek óta lejárt. A kezdeti első ötleteitől, a szakma tanulásán átvezető tárgyaktól a legfrissebb új kísérleteket is bemutatja. Meglehetősen eklektikus, mégis éppen ezért üdítő ez a kis mini kiállítás itt a sarokban. Tulajdonképpen nem vagyok szakavatott ember, nem vagyok szakember, tehát nem tudom és nem is célom elmondani azt, hogy hány hőfokon ég ki, milyen típusú máz, és a szakkifejezésekben sem szeretnék bele zavarodni. Pusztán tényleg azokat a benyomásokat osztanám meg önökkel, ami engem ért, és hogy megismertem a kiállítókat. Nem névsor szerint, inkább azt mondom időrendi sorrendben, méghozzá abban az időrendi sorrendben talán nem fogok nagyon tévedni, ha azt mondom, hogy ki foglalkozik legrégebb óta a kerámiával, ha tévednénk, mert kijavítotok. Karsa Ildikó tanár, hiszen ismerem már főiskolás kora óta foglalkozik kerámiával, és én emlékszem, hogy akkor, amikor a kollégiumban közösen ott alkalmazgattunk és készültek vázlatai főiskolai beadandó munkákhoz és kerámia munkákhoz, akkor izgalmas reliefeket talált ki, kicsit hullámzó formákból készített negatívokat, és azokat ismételve, sokszorozva, aztán létrehozott nagyon-nagyon-nagyon izgalmas felületeket. De emlékszem a portrészobraira is, két évvel fölöttem járt a főiskolán, és azt a mindenit, de jó lenne. És alig vártam, hogy mi is hozzányúljunk az agyakhoz, mint szoborhoz. És amiket itt láttam, és közben évek alatt ismertem, a figurális szobraiban ugyanazokat a lágy vonalakat, de expresszív torzításokat veszem észre, tulajdonképpen, mintha kódolva lenne, és belülről hozná a szürreális automatizmussal a formáit, érzéseket, amelyeket egyaránt sűrít bele emberi alakba, arcba, vagy egy edénybe is. Edényei, amit itt láthatunk, egyszerre dísztárgyak, de használati tárgyak is lehetnek. Természeti ihletésűek, egy kagyló, egy virágkehely ihleti meg, de nem lemásolja, hanem mint hogyha hagyná egy kicsit dolgozni a természeti formát, utána azt átszűrve egyfajta ösztönös gesztussal létrehoz egy finoman átért formát, amiben az ívek fölismerhetőek és hasonlóak az emberalakokon, a táncolón, az ülőn, a nyújtózkodón, vagy éppen kicsit fájdalmasan vonaglón, vagy azon a szürreális szoborkompozíción, ami nekem nagyon-nagyon tetszik, egy üres fej, aminek csak hátulja van, és egy hátrahanyatló fej, mint egy elmúló szerelem, vagy elszakadás élménye, az egyikből hiányzik a másik. Ha valaki vagy így, vagy úgy elveszíti társát, vagy elhagyja társát, benne maradt üresség. De aki onnan eltávozik, az sem ép már. Nagyon-nagyon szép lírai gondolat ajánlom a figyelmükben, hogy ízlelgessék. Feketén már absztrakt, csirkeszerűen áttör, de nekem egyszerre arab és keleti, távol-keleti formákat is idéző kis hengereket, amik akár lehetnek virágtartók is, de akár önmagukban egy gyönyörű szobrok. Tehát az már nem csak kerámia, az már szobrászat, önálló műfaj.
fölnagyítva, akár köztéri szoborként is valami fantasztikus lenne, akár egy félegyházán is, kőből is, kerámiából is kifaragva. Tehát úgy gondolom, hogy ez az alkotó közösség, ahol ennyiféle inspiráció mozoghat, egész különleges dolgokat fog még hozni a közeljövőben. És hát a legfiatalabb, többször mondtam már, a legfiatalabb keramikus Papp Gáspár, aki ugyan életkorát tekintve a legidősebb, de ugye a legkésőbb kezdett hozzá, de akkor is a legfiatalabb, mert hogy még kísérletező kedvében, lendületében is olyan fiatalos, ami számomra csodálni való, már megint meglepett néhány szép formával. Azt tudjuk, többször elhangzott, hogy csodájára jártak, hogy ő nem korongoz, felrakja az edényt, és mégis olyan, mintha korongozva lenne. De örömmel vettem észre, hogy most már vannak olyan felrakott edények, amik direkt kicsit aszimmetrikusak, és ettől az az archaikusság, amit Papp Gáspár képviselt az elmúlt években is, az a férfias erő és az az ősi erő, amitől mindig olyan érzésem volt, hogy olyanok ezek az edények, mint amit mondjuk 3-4 ezer évvel ezelőtt készítettek. És azért jó ez, mert ugyanazt az utat járja be, úgy fogja meg az anyagot, mint 3-4 ezer évvel ezelőtt, korong nélkül, megmarkolja, gyúrja is, és érzi minden mozzanatban, ahogy alakul, szinte szobrászként föl emeli a tárgyakat, és olyan szépen az alkalmazott kísérleteiben, mázakkal is alkalmazkodik ezekhez az ősi, archaikus színekhez. Különösen új nekem, és nagyon szépnek tartom ezeket a picit ívelt kis vázákat, tölcséreket, amelyek olyanok, mint amikor tavasszal kinőnek a friss hajtások. Gerle Margitnak vannak egyébként olyan kerámiái, amik pont olyanok, mint csak azok hegyesek, és ugye ebből Gazsi bácsi edényt formált, és nyilván nem Gerle Margit után, mert lehet, hogy nem is ismeri azt, amire én most gondoltam, de hogy ugyanaz a finom ív látható, és ezeket gyönyörűnek tartom, ahogy így egymás felé hajolnak, hogyha összerakjuk őket egymás mellé. Úgyhogy szeretettel gratulálok, tényleg nagyon nagy szeretettel ehhez a kis kiállításhoz, mert ilyen sokfélét együtt nem kiválogatva ritkán láthatunk, még akkor is, hogyha a Hollókörnek gyakran van együtt kiállítása, de eddig mindig úgy hozták az alkotók, hogy nagyjából egy stílust hoztak maguktól, és úgy csatlakoztak a nagy kiállításhoz. Ilyen még nem volt, ha jól emlékszem, hogy mindenki hozott mindenfélét. És ez nagyon izgalmas látvány, hogyha végig bogarászunk. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és hogy meghívtatok a megnyitóra, és gratulálok szeretettel. Szét lehet nézni, ismerkedjünk meg az alkotókkal, illetve keresünk őket. És azt is mondom, még az asztalomban műsorfüzet a Liba Fesztiválról, kezdődik a kipakolás is már a város nyüzsön, találkozzunk holnap és holnap után is mi is itt leszünk, illetve az egész program. Fáradjanak, fáradjatok beljebb. Ti is egy kicsit. De hogy? Így van.